Nos, egy nőgyógyászati téma következik. Itt van velünk Bánhidi Ferenc professzor úr, akivel a policisztás ovárium szindrómáról ejtünk pár szót, illetőleg kérdezhetnek a nézők. Ő a mai nap szakértője. Nagyon, hogy is mondjam, kicsit bizarr ez, hogy policisztás ovárium szindróma. Fejtsük ki, hogy mi is ez volt a képen. Igen, a neve is nagyon bonyolult, én úgy gondolom. Sok szó van benne, latin szavak hasonlók. Ez egy endokrinológia, egy hormonbetegségnek a nagy csoportja, ami nőkre vonatkozik, mivel az ovárium az magyarul petefészket jelent. Egy olyan tünetegyüttesről kell beszélnünk, ahol nagyon gyakori a vérzészavar, vagy eleve az, hogy nem jön meg a menstruáció. Ehhez kapcsolta nagyon gyakori a meddőség, ehhez kapcsolta nagyon gyakori a, inkább a hímnemi hormonoknak a kicsit a túltengése, és ez még egy ultrahang eredményt is mutat, hogy a petefészek kicsit máshogy néz ki egy ultrahang vizsgálat kapcsán, mint normálisan. Na, ez az a csoport, amit mi PCOS szindrómának hívunk, és ebből adódóan kell nekünk először is megállapítani, hogy valóban erről a betegségről van a szó, és utána kitalál valami kezelési szisztémát ahhoz képest, amit szeretne a páciens. Mitől alakulhat ez ki? Nagyon kedves kollégámat, aki nagyon otthon van ebben a témában, már külön megkérdeztem, és megállapodtunk, hogy sajnos ez a kés, amire minimum egy Nobel-díj járna, én azt hiszem, hogyha ezt valaki megkapná, hogy tudnánk, hogy mitől van. Azt el tudom mondani, hogy vannak bizonyos hormonok, aminek az aránya nagyon megváltozik. Van két hormon, az egyiket LH-nak, ez a petesejtett serkentő, a másik is egy ilyen petesejtett befolyásoló hormon, FSH-nak nevezik. Ez normálisan 3:1 aránylik egymáshoz, és ez teljesen megfordul a másik irányában 3:1. Tehát gyakorlatilag 6-szoros változás alakul ki a szervezetben, ez az agyban termelődő hormonról van szó, és ez befolyásolja az egész rendszert. De hogy ez mitől alakul ki, a fogalmunk sincs. Köze lehet ennek mondjuk akár pszichés háttérhez, tehát nagyon sok nő képes megbetegíteni magát, mondjuk attól, hogyha nincs rendben mondjuk a magánélete, vagy valamilyen problémája van saját magával, a nőiességével, és akkor azt szokták mondani, hogy nőgyógyászati betegségek alakulhatnak ki ennek következtében. Hát ugye léteznek ilyen kivetülések, hogyha ezen gondolkozunk, és azt se hagyjuk, hogy az agykéreg az mindent befolyásol. És az agykéreg és az agyalapi mirigy hormonjai az nagyon közel vannak egymáshoz, valószínűleg az agykéreg is befolyásolja ezt a dolgot, de hát azért pontosan nem tudjuk, hogy hogyan alakul ki. Valamennyire ráfoghatjuk, hogy az agykéreg befolyásolja, én úgy gondolom, hogy egy részét képezi ennek az eltérésnek. Az előbb tünet együttesről beszélt. Igen. Szóval ez azt jelenti, de a tüneteket hallgatva azért ez önmagában is előfordulhat egy-egy nőnél, hogy mikortól kell gyanakodni arra, hogy valaki esetleg PCOS szindrómában szenved. Hát akkor, hogyha ez a tünet együttes összejön, tehát gyakorlatilag mind a négy megtalálható ugyanabban a páciensben. De adott esetben ezek hónapok, évek is lehetnek, szóval ezt bevárni nem túl késő olyankor elkezdeni a kezelést, vagy hát az a nagy kérdés, hogy mit akarunk gyógyítani. Ugye ezek a páciensek nagy részen teljesen normálisan éli az életét. Ő nem 28 naponta menstruál, hanem kicsit hosszabb időnként, nehogy Isten, nem jön meg neki. Valaki ezzel teljesen nyugodtan el tud érdekelni. Így van. Aha. Valakinek kicsit szőrösebb a testfelülete, teljesen hozzászokik, valaki kicsit pattanásosabb, hozzászokik, kicsit elhízottabb. Tehát ez mind egy részjelenség, ez mind kapcsolódik egymáshoz, és egyáltalán nem biztos, hogy ebben a szindrómában szenved, hanem lehet, hogy csak egy részében, ami más kezelést igényel. Van, aki csak a kozmetikusához jár, valaki éppen babát szeretné, és ezért nem jön össze a dolog, akkor meg kell kezdeni azokat a terápiás lehetőséget, amivel rendelkezünk, és akkor az megoldja ezt a problémát. Ha diagnosztizálják a PCOS-t, van rá gyógymód, vagy csak a tüneteket kezelve gyakorlatilag kezeléseket lehet? Hát pontosan megoldani azt a problémát, amit említettem, hogy ez a két hormon miért változik meg, azt nem tudjuk. De azokat a tüneteket, amiket elkezdünk kezelni, például a meddőséget, ezen a téren, azt meg tudjuk gyógyítani, következésképpen ő várandós lehet. Magyarul úgy gondolom, hogy lehet, hogy a agybetegségből nem gyógyult meg, de az egyik részéből könnyedén meggyógyul. Mit tudunk kezdeni a cisztákkal a petefészekben? Sokszor mondják azt a nőgyógyászok, hogy fel fog szívódni magától is. Így van, de itt egy másik dologról van szó, de nagyon szívesek válaszolok erre is. A PCO-nál ott nagyon picike kis petesejtek nem nőnek tovább, tehát egy 8 mm nem lesznek nagyobbak. Az önkérdése leginkább arra vonatkozik, amikor egy nagy petefészek ciszta alakul ki. Igen. Valóban abból sok fajta van, maradjunk csak a jóindulatúaknál. Azok néha szerencsére felszívódnak és csak megfigyelést igényelnek. 3 hónap múlva egy kontroll ultrahang, és utána azt látjuk, hogy semmi. Ha meg ne adj Isten ott marad, vagy nagyobbra nő, akkor esetleg műtéttel lehet ezeket meggyógyítani. Uh-huh.
Ezek milyen műtétek, mennyi időbe telik, mennyire terheli meg az emberi szervezetet? Hogyha visszaugrunk kicsit a PCO-ra, volt egy régebbi és már most is használt szisztéma, amikor magát a petefészket, mivel ezek nagyobbak és kis tisztával rendelkeznek, megsütöttük, megégetgettük, és azt várjuk és vártuk tőle, hogy ennek hatására a hormonok is kicsit megváltoznak, ezt most is használjuk. Na, ezeket már laparoszkópiás műtétekkel kezeljük, aminek a lényege az, hogy kicsi apró lukakon keresztül hatolunk be a szervezetbe, 3 vagy 4 lukat használunk, amelyből 3 darab biztosan nem nagyobb fél centiméternél, következésképpen ez nem rongálja se a szépséget, se az időt, a bent töltött klinikai időt, mert másnap mindenki hazamegy egészségesen, és 2-3 nap múlva visszatér a normál kerékvágásba. Ez öröklődhet, vagy esetleg mondjuk preventív módon egy életmódváltással, vagy egészséges életmóddal lehet tenni ellene? Igen, én azt gondolom, az egészség, az igen azt jelenti, öröklődheti is, de a másikra is az igen a válaszom, az egészséges életmód nagyon sokat segít. Egy pici részjelenség ennek a dolognak az, hogyha az inzulinnal van eltérés, magyarul a cukorháztartással eltérés, és hogy visszatérjek az előttem hangzottakkal kapcsolatban, aki a szénhidrátot elfelejti az életéből, annak ez a részjelenség teljesen kimarad, mert akkor nem kell a szervezetnek azzal foglalkozni, a szénhidrátot hogyan tudja felhasználni. Nézőknek mondom, hogy professzor úr itt van ma velünk, és telefonon rendel, úgyhogy lehet hívni 06 35 15 93 99-es a szám, és még visszavárjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen.